Egy konkrét dologról szeretnék veletek együtt gondolkodni. Én úgy fogalmaztam magamnak a címet, hogy az elakadásról, a megállásról, vagy a visszafelé fejlődésről. Gyakran beszélgetünk a szenvedélybetegekkel, az intézményen, ahol dolgozom, arról, hogy a felépülés vagy a józanodás az egy folyamat, és egy olyan folyamat, amit az ember, hogyha nem él, hogyha nem gyakorol, akkor visszafejlődik. Így lehetne mondani a megszentelődésre is, mert ez csak egy párhuzamos kép, hogyha valaki nem halad előrefelé a megszentelődésben, nincs olyan, hogy csak áll. Ha áll, akkor visszafejlődik. Tehát vagy fejlődik az életem és kiteljesedik, vagy visszafejlődik. Ezt egy olyan képpen szoktuk magyarázni, hogy ha tekerek fölfelé egy dombon a biciklivel, akkor ha megállok, mi történik? Ha nem tekerem a pedált, akkor mi történik? Hát vagy visszagurulok, vagy eldőlök, ugye? Tehát olyan nincs, hogy csak úgy állok egy helyben, és tartom a pedált. Egy darabig lehet egyensúlyozni, de előbb-utóbb vagy eldőlök, vagy visszagurulok. Vagy úgy is lehetne mondani, ez egy másik kép, amit szoktunk mondani a szenvedélybetegeknek a felépülésre, hogy képzeljük el magunkat egy mozgó lépcsőn, ami megy lefelé. Vagy egy olyan mozgó lépcsőn, ami fölfelé megyünk, inkább ez még jobb kép. Megyünk fölfelé egy mozgó lépcsőn, ami jön lefelé bizonyos sebességgel, ha megállok, akkor a mozgó lépcső mit csinál? Lefelé visz, ugye? Tehát folyamatosan kell mennem ahhoz, hogy ne húzzon le teljesen. Nyilván ezek csak képek, de arra mégis jók, hogy szemléltessék azt, hogy a gyakorlati életben vagy fejlődünk és haladunk egy irányba, vagy pedig ha megállunk, akkor az egy visszafelé fejlődést jelenthet. Nem rögtön és nem azonnal, de van egy visszafelé fejlődés. És ami nagyon érdekes, hogy mi hogy vagyunk ebben a folyamatban. Egyen-egyenként ki hogy látja most saját magát. Bizonyára többen olvastátok a Jelenések könyvének a második fejezetét, ahol Jézus megszólít a különböző gyülekezeteket, és tudjuk jelképesen, hogy ezek különböző korszakokat is jelképeznek az egyház történelem folyamán. Melyik a legelső gyülekezet, amelyiket megszólít Jézus, tudjátok? Az efézusi gyülekezet. És szeretném nektek felolvasni azt, hogy hogyan is szól az üzenet ez az első gyülekezethez, de mielőtt ezt megtenném, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy tudjátok-e, hogy mi volt a feddés, amit a legelső gyülekezet kapott. Az az őskeresztény gyülekezet, aki olyan misszió munkát végzett, mint azóta talán senki az egyháztörténelem folyamán. Tehát mi volt a feddés, amit ez az első egyháztörténeti korszak kapott? Az a mondásom ellent, hogy az első szeretetedet elhagytad. Felolvasom az egész üzenetet, mert nem hosszú. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írt meg, ezeket mondja az, aki az a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ezek szép dicséretek, ugye? Tűrés, fáradtság, megkísértette azokat, akik hazugok voltak, teherviselés, béketűrés, nagyon a feddés. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és ad a gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Nem is olvasom tovább. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezz meg azért, honnan estél ki, és térj meg. És én azon gondolkodtam, hogy hol is állok én, és hol is állunk mi ebben a folyamatban. Azért is merült fel ez a kérdés, mert gyakran hallok testvéreket is nosztalgikusan beszélni arról, hogy milyen szép volt a megtérésük időszaka. Vagy amikor éreztek ezt az első szeretetet, vagy amikor, és akkor mondják testvérek, amikor 40-50 éve itt voltam az egyházban, hogyan működtünk, hogyan dolgoztunk, és hogy hol van az már, meg hol vagyunk ahhoz képest, vagy hol vagyok én ahhoz képest, nem tudom, hogy kiben vannak, vagy voltak hasonló gondolatok. Ki az, aki egy ilyen nosztalgikus érzése gondol vissza, hogy de jó lenne, ha megint azt megélhetnék, ha megint ott lehetnék, ha megint úgy érezhetnék, úgy gondolkodhatnék. De hogyha ilyen érzések vannak bennünk, akkor az mutatja, hogy valahol mi is elakadtunk, és lehet, hogy a mozgó lépcsőn visszafelé megyünk, vagy a biciklibe gurulunk hátrafelé, és nem előrefelé tartunk. Minden valódi változás a fejből, a szívből indul ki, az ige szerint is. És nagyon sok kérdés, nagyon is jól tudjuk a választ,
Csak vagy nem akarunk, vagy nem tudunk elindulni egy új úton. Azért, és tulajdonképpen az volt az apropója, hogy ezt a mai témát nektek hoztam, hogy egy hetet töltöttem együtt szenvedély betegekkel. Törökkopány mellett Somogydöröcske nevű kis faluban. És sokat gondolkodtunk arról, hogy hogyan szokott valaki visszaesni, visszarendeződni, megállni az életében. És ezt a szenvedélybetegek között úgy hívjuk, hogy visszaesés. Mert ha valaki visszarendeződik, ha valaki megáll, akkor előbb-utóbb visszaesik. És a megszentelődést lehetne másként úgy is nevezni, hogy józanodás, hogy felépülés. Tehát ahogy mi is haladunk a Jóisten együtt járva, az életünk vagy kiteljesedik, vagy józanodunk és megszentelődünk és kiteljesedünk, vagy pedig visszaállunk egy régebbi állapotra. És hogyha most így tekintem ezt a kérdést, hogy a bűn az a függőség, a megszentelődés pedig a józanodás, akkor azt kell mondani, hogy a függő ember csüggedésének pont az a lényege, hogy nem tapasztal változást. Hogy csinálok valamit, vagy teszek valamit, próbálok keresni magamnak pótszereket, és mégsem élem meg azt, hogy jobban érezném magam. És nyilván nem is lehet jobb, mert hogyha ilyen módon működünk, akkor hazudunk önmagunknak. És nem nézünk szembe azzal a legmélyebb vágyunkkal, ami ott él mindannyiunk szívében. És ez pedig az a vágy, amit csak Krisztus tud betölteni. Én 5 évvel ezelőtt találtam egy verset, illetve Bogláka mutatott nekem egy verset, ami nagyon megérintett. Azért, mert úgy fogalmazta meg ezt a fajta vágyódást az Isten után, amit én még ilyen szépen talán, és ilyen megrázóan szépen nem is nagyon olvastam sehol. József Attila írta a Kutya című költemény. Nem tudom, ki ismeri ezt a versét. Arról szól, hogy hogyan találkozik ezzel a belső vágyával, amit nem igazán tud kiteljesíteni és megélni. Egyszerűen megszemélyesít egy kóbor evet, amit meglát az utcán, így szól a vers. Oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éhségtől karcsú, vágytól gírhes, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjj szél. Futott, könyörgött, tömött sóhajtó templomok laktak szemében, s kenyérhéjat mi egymást kereskélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya, s a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, és elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még, feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság, hűsboltja alatt némán, egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk, azaz oly igen éhes, lompos, lucskos kutya, és Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Ennyi az, amit leír József Attila, elég megrázó, ugye? Hogy olyanok vagyunk, mint egy kóbor kutya, lucskosan, lomposan, nyűvötten, keressük a morzsákat, a darabkákat. Kérdés az, hogy megtaláljuk-e. És kérdés az, hogy beérjük-e a morzsákkal, a darabkákkal, vagy a teljességet várjuk. És a teljességet akarjuk, mert Isten teljességet ígér. Ő nem akarja beérni velünk azt, hogy megelégedjünk a morzsákkal. Ő azt szeretné, hogy elteljünk. Ahogy olvasok nagyon sok szép helyen, akár Ézsaiás könyvében is, hogy miért adnátok kenyeret, vagy pénzt azért, ami ingyen van. Ez itt a teljesség. Fogadjátok el tőlem. És azt gondolom, hogy mindenképpen fájdalmat okoz. El fogom mondani még, mi a vers, jó? Úgy hallom, hogy ez József Attila a kutya, az a címe. József Attila a kutya. Tehát ami probléma legtöbbször az életünkben, mindannyiunk életében probléma lehet, hogy elmúlt az a fajta varázs, az a fajta öröm, az a fajta első szeretet, nem véletlenül mondja, hogy az Efezus beliaknak is Jézus, amit éreztünk még, amikor találkoztunk először a megváltónkkal, vagy az igazsággal. Volt egy lelkesedés, volt egy öröm, volt egy erő, ami hajtott bennünket, és aztán ez elfogyott. És kérdés, hogy miért fogyott el, kérdés, hogy visszataláltunk-e hozzá, és kérdés, hogy kiteljesedünk, vagy sem. És ami biztos, hogy ha Krisztus nélkül próbálkozunk, előbb-utóbb az erő megint el fog fogyni. És ha nem Krisztus van a középpontban, akkor ez a probléma, ez újból és újból újra termelődik az életünkben. És Isten azért engedi meg
hogy szembesüljünk a morzsáinkkal vagy a darabkáinkkal, hogy ne akarjunk ezzel megelégedni, hanem tényleg a teljességet vágyjuk. Ezt úgy fogalmazta meg más szavakkal egy Lawrence Krebb nevű keresztény szakember, hogy azok, akik valamilyen módon elnyomják fájdalmukat, soha nem élik el teljes mélységben Isten utáni vágyukat. Inkább a megkönnyebbülés módját keresik, ami aztán szenvedélyükké lesz, bármi legyen is az. Van egy fájdalmam, van egy hiányom, mint József Attilának, és ezt nem tudom betölteni. És keresek valamit, ami segít, ami egy picikét oldja ezt a feszültséget, és aztán ez a valami, ez a pótszer a szenvedélyemmé válik. Így működünk mindannyian. Leginkább leegyszerűsítve azt tudom elmondani, hogy valaki vagy Krisztusban van elrejtve, vagy függő ember. Még inkább leegyszerűsítve azt szoktam mondani a szenvedélybetegeknek, hogy én két embert ismerek, ezt talán már nektek is mondtam, azt, aki függő, meg azt, aki tagadja. És nem mindegy, hogy melyik csapatba tartozom, mert a függő az elmondja, hogy igen, én függő vagyok, és tudom, hogy beteg vagyok, és szükségem van egy megváltóra. Aki tagadja, az pedig nem akar szembenézni azzal, hogy neki csak pótszerei vannak, neki csak fájdalomcsillapítói vannak, és hogy ez tulajdonképpen a szenvedélyévé vált. Milyen függőségeket találhat magának egy hívő ember? Tehát mit tehetek akkor, amikor valamikor megvolt még az első szeretet, valamit tapasztaltam, de aztán elmúlott, és ennek a fájdalma nem visszavisz engem Krisztushoz, hanem keresek pótmegoldásokat. Milyen pótmegoldásokat találhat egy hívő ember, szerintetek? Hogyan látjuk a Bibliában? Mi minden válhatott vagy vált bibliai szereplőknek bálványá Krisztuson kívül? Szertartások. Szombatról szombatra eljövünk, jó ít nekünk. Azt mondja Pál apostol például, idézem szó szerint a Galata belekezét levél első fejezetéből, és felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Pál apostol azt mondja, hogy szerfelett rajongtam atyáim hagyományaiért. Nem kicsit, hanem nagyon. Nekem ez volt a legfontosabb. A hagyományok tisztelete, a leírások betartása és betartatása. És ha valaki nem úgy élt, és nem úgy működött, ahogy kellett volna egy igaz hitű zsidónak, akkor képes voltam elmenni akár Damaszkuszig is, hogy azokat begyűjtsem, akik alávalóak. Ez egyfajta függőség, nem? Függő módon próbálta ezeket a dolgokat megvalósítani, és közben boldog volt? Mit mondott neki Jézus a damaszkuszi úton? Nehéz neked, hogy az ösztök ellen rugoldoznod. Tehát ott volt benne a vágy. Isten dolgozott rajta, benne, és később általa is, de ehhez szembesülnie kellett azzal, hogy a pótszerei, az álmegoldásai, azok hova vitték őt. Aztán mi minden válhat még megkötöző tényezővé? Szerintetek. Lehet-e ilyen a munka keresztény ember számára? Lehet bizony. A munka egy olyan dolog, ami eleve, hogyha most visszagondoltok a gyermek prédikációra, ami dicséretet von maga után, nem? Ketten is azt emelték ki, Levente is, és Dénes is, hogy a jó munkáért jár a dicséret. Hát akkor még többet dolgozok, és még több dicséretet kapok, nem? És ha még többet, akkor még több jön. Csak ennek előbb-utóbb ára van. Felborulnak a prioritások. És lehet, hogy már egészségtelenül működöm. Tudtak olyan szemét a Bibliából, aki belebetegedett a túlmunkába? Érdekes kérdés. Tudtak olyan szemét, aki belebetegedett a Bibliában abba, hogy anyagi biztonságot szeretett volna teremteni magának? Erre mondjuk nagyon sok példa van. Legyen egy Zákeus, nem? Egy gazdag ifjú, ugye? Lehetne mondani Júdást, Ananiást és Zafirát. Elizeus szolgáját. Salamon is valamilyen szinten, tehát ez már az a habzsolás. Uh-huh. Amikor arra próbálok építeni, hogy mi minden az, amit én megszereztem. Hogy ezt, de ez lehet nem csak anyagi javak lehetnek, ez lehet akár tudás is. Dicsőség. Ha minden titkot és tudományt ismerek is, szeretet pedig nincsen én bennem. Ugye olvassuk Pál apostoltól. Tehát lehet, hogy valaki ebbe próbál kapaszkodni, gyűjteni anyagiakat, gyűjteni szellemieket, gyűjteni sok mindent. De az Krisztus nélkül teszem, ennek se lesz ereje. Ennek se lesz valódi hatalma.
Lehet, hogy mások elismerése az, ami nekem fontos. Gondoljatok egy Saulra. Belebetegedett abba, hogy Dávidot jobban dicsérték, mint őt. Mit mondanak mások? Maradhatok-e hatalmon? Ez a hatalom, ez megtartható. Nagyon sok olyan dolog van, ami igenis tud kialakítani függőséget Krisztus nélkül az életemben. És az a baj, hogyha nem a valódi vágyommal nézek szembe, és a valódi hiányommal, hogy nekem csak morsák vannak még így is, nekem csak darabkák vannak még így is, akkor önmagamat csapom be. És hogyha józanodni akarok, ha változni akarok, akkor meg kell énem a valóságot. Ez fájdalommal jár, testvérek, mit gondoltok? Fájdalommal jár, ugye? És ezt a fájdalmat, ezt ugyanúgy kerüljük, mint az a kisfiú a történetben az, hogy elmondja, hogy igen, én dobtam a húgolyót. És mivel nem akarjuk a fájdalmat, ezért maradnak a fájdalomcsillapítók, amik tönkre vágnak bennünket. És ez a kérdés, hogy akarom-e azt, amit Isten akar nekem adni? És vállalom-e azt, hogy ez fájdalommal együtt jár? De nem csak fájdalommal. Itt szoktuk becsapni magunkat, azt mondjuk, hogy nem akarom a fájdalmat, és inkább elmenekülök a pótszerekhez, de ezáltal megfosztom magamat attól az örömtől is, ami ebben a folyamatban ott van előttünk. Ahogy mondtam, a visszaesés vagy visszarendeződés egy szenvedélybeteg számára, a legegyszerűbb megközelítésben a visszarendeződés a régi beteg működésünkhöz. És így vagyunk mi hívőként is sokszor, megtérünk, Isten elvezet bennünket valahova, aztán szépen visszarendezzük, hogyha nem maradunk Krisztus közelében, a régi szokásainkat, a régi működéseinket. Persze lehet, hogy már ügyesebben csináljuk, mert megtanulunk viselkedni. Berendezkedünk kicsit ilyen képmutatónak, vagy akár nagyon. És közben belül érezzük, hogy az életünk mégsem kiteljesedik, mégsem szebbé, fényesebbé, dicsőségesebbé válik, hanem mi stagnálónak szoktuk mondani, de az a valóságban visszafejlődés, visszarendeződés. És én, ahogy mondtam, a fejlődés általában a gondolkodásban, a változás a szívünkből indul, és én szeretném azt felvillantani nektek, hogy miből látszik gyakran egy függő vagy bűnös embernél az, hogy rosszul gondolkodik. Az egyik ilyen, amit el szoktam mondani a szenvedélybetegeknek is, hogy gyakran gondolkodnak úgy, hogy most, hogy egy új úton elindultam, most, hogy letettem az alkoholt, most, hogy megkeresztelkedtem, most, hogy újból szövetséget kötöttem az úrvacsora által a megváltómmal, most minden szép lesz. Most minden jó lesz. Nem tudom, ki volt így már az életében. Hogy most mindennek jól kell működnie, mert hoztam egy döntést, és most akkor menni fog. Az egyik táboroz úgy fogalmazta meg például a tavalyi rehabilitációs táborunkban, hogy most, hogy megértettem, hogy mi a baj velem, most végre meg fog oldódni ez a probléma. És így vagyok gyakran hívőként is, hogy tudom, mi a baj, odaadom Krisztusnak, és azt gondolom, hogy akkor most már innentől kezdve minden működni fog. De a probléma megfogalmazása vagy felismerése még nem jelenti azt, hogy a probléma az végleg az életünkből távozik. Persze Krisztus arra vágyik, hogy meg tudjon bennünket szabadítani ettől, de ehhez vele kell együtt járnunk. Úgy fogalmazta meg ezt egy kis film, amit már fiatalokkal is néztünk, hogy a változás mindig fájdalommal jár, és mindig minden változást egyfajta konfliktust is magában hordoz. De nem csak fájdalmat. És ez a jó hír, ez az örömhír, hogy Isten mind a kettőt akarja adni, azt is, hogy tudjunk szembesülni az állapotunkkal, és ez nyilván fájni fog, de ez vigyen bennünket oda hozzá, és tudjunk felszabadulni. Tudjuk megélni a valóságot. És azt gondolom, hogy egy hívő ember életében nem az lesz az igaz, hogy ő neki már nem lesznek fájdalmai. Én nem szeretem, amikor azt mondják ilyen karizmatikus keresztények, hogy az Úr minden csak fantasztikus és nagyszerű és örömteli. És itt élünk a Földön, a bűn és a nyomorúság világában, és a mi életünkben is még sok a salak, aminek ki kell tisztulnia. De egy dolog biztos, hogy aki Istennel együtt jár, és Krisztus kezét fogja, az meg fog élni valóságos fájdalmakat is. De azok a fájdalmak valódi fájdalmak lesznek, és nem tompított fájdalmak, amiket eltompítunk különböző függőségekkel. De ez a hívő ember meg fog élni valóságos örömöket is. Olyanokat, amiket előtte soha nem tapasztalt Krisztuson kívül. És a kettő mindig együtt van. Mint hogyha ilyen buta példát akarok használni, az a sampon, ami egyszerre kondicionális és hajat is most. Tehát tudom, hogy buta a példa, de azt akarom példázni vele, hogy együtt van a kettő, nem külön. A hívő életben ott lesznek a fájdalmak is. Nem véletlenül mondja Ellen White, hogy sokszor kell még leborulnunk sírva Krisztus keresztjének a lábainál,
látva a bűneinket és az állapotunkat. Mert ahogy járunk vele együtt, ő megmutat folyamatosan az életünkben olyan kis elrejtett dolgokat, amikben szintén meg akar gyógyítani, mert ő szeret bennünket, és az a vágy, hogy megtisztítson. De amikor ezt átéljük, olyan örömöket és olyan tapasztalatokat fogunk tudni szerezni, vagy amikor tudjuk ezt mások felé képviselni, amit előtte soha nem tapasztaltunk. És ez az, ami nagyon fontos, amit nagyon látnunk és értenünk kell ahhoz, hogy egészségesen tudjunk működni. Idézek egy könyvből, ami nekem nagyon tetszett, egy példa. Egy függő sírta a kezelő orvosának, és azt mondta, hogy én ezt nem bírom ki. Annyira fáj, hogy nem bírom ki. Még soha nem éreztem ilyen fájdalmat. Kérem, doktor úr, segítsen, adjon valamit, mert nem bírom elviselni ezt az érzést. Szembesült a valóságával, amit addig tagadott és inkább ivott rá. Szembesült a fájdalmaival, a félelmeivel, és azt mondta, hogy ezt nem bírom ki. Lehetünk mi is ám így hívőként, hogy Isten meg akar mutatni dolgokat az életünkből, mások életéből, és inkább elmenekülnénk. Miután lenyugodott, elmondtam neki egy asszony történetét, akinek egy autóbalesetben összeroncsolódott a jobb felkarja, és a felkarnak az aggyal összekötő érzőidegei. A sebészek megpróbáltak helyreállítani az idegeket. A lábadozás hetei alatt az asszony jobb karja olyan érzéketlen és élettelen volt, mint egy zsák cement. Ezért lehangoltan és reményvesztetten arra gondolt, talán soha többé nem tudja már használni a karját. Egy napon aztán valaki égő cigarettát ejtett a kezére, és ő égési fájdalmat érzett. Felugrott, és az örömtől szinte magán kívül így kiáltott: érzek. Érzem, hogy fáj. A fájdalom valószínűleg mindenki másnak kellemetlen lett volna. Ennek az asszonynak viszont örömet okozott, mert azt jelezte, visszatér karjába az érzékelés. Miről szól ez a példa? Miről szól nekünk hívő embereknek? Arról szól, hogy illúziókat kergetek, hogyha azt akarom magamnak hazudni, hogy a hívő ember életében minden nagyszerű lesz. Nem azért élünk itt a Földön, nekünk minden jó legyen. Azért vagyunk itt, mert Isten szeretne bennünket megtisztítani, dicsőségesíteni és használni. Rengeteg öröm is lesz ezen az úton. Sokkal valóságosabb örömök, mint előtte bármi. De a fájdalmat sem kerülhetjük el. És aki valóban hitben jár és fogja Krisztus kezét, az vállalja ezt is, mert tudja, hogy ott van mellette a Mestere. És mellette is lesz, és átsegíti minden nehézségen. Persze látok olyan hívőket, magamat is beleértve, akik azt mondják, hogy hívővé lettem és semmi nem jó. Csak a fájdalomról szól mindez, csak a küszködésekről, a nehézségekről. Sátán képes arra, hogy beszennyezze a látásunkat. De Ellen White-nak is van erre egy példája, amikor megy egy másik életűvel a rózsák között, és ugye az egyik csak a töviseket látja, ő pedig a virágot is. És ugye ez a magatartás, ez a gondolkodás, ez megint a visszaesés felé vezet, hogy nincs értelme hívőnek lenni, mert itt csak a nehézségek, a keserűségek, a szomorúság van. Ez is egy önbecsapás, egy sátáni látástorzítás. Mondhatja az ilyen ember az, hogy hát mi értelme hívőnek lenni. Erről szólnak nagyon szép zsoltárok, 35. 73. Küszködök az életben, szenvedek, nyomorúság van, nehézségek vannak. Isten sem érzem magam mellett igazán. De valaki önmagában fölhagyja a bűnös élete szokásait, és nem találkozik Krisztussal, nem járnak együtt, akkor ez valóban izzadságszagú lesz. Erre szoktuk azt mondani az alkoholbetegeknek, hogy ez a száraz alkoholizmus, száraz részegség. Nincs benne alkohol, de nincs benne öröm se. Az ilyen ember nem iszik, de ugyanúgy működik, mint egy szenvedélybeteg. És lehetünk mi is így hívőként, hogy nem teszünk dolgokat, mert nem szabad, mert ez a szabály. Eljárunk szombaton a gyülekezetbe, elmegyünk a bibliakörökbe, végezzük a keresztény élet kötelességeit, tartjuk otthon az áhítatokat, de azt érezzük, hogy ez inkább egy ilyen görcsös, egy ilyen olajozás nélküli gépezet működése, amiben nincsen felszabadultság, nincsen öröm. És épp ezért nyilván ez is egy zsák utca. Van egy másik példa, amit szoktam használni a szenvedélybetegeknek. Talán itt is meséltem már ezt a példát, de nem biztos, hogy ilyen mélységeiben. A példa úgy szól, hogy amikor valakinek feszültségei, fájdalmai, problémái vannak, arra szokott törekedni, hogy csillapítsa ezt a fájdalmat. Nem tudom, kinek szokott mondjuk fejfájása lenni. Kinek volt már migrénszerű fejfájása. Amikor így fáj valami, akkor ki az, aki tud koncentrálni más dolgokra? Nem könnyen megy, ugye? Tehát ilyenkor egy a célunk, hogyan lehet minél hamarabb elmulasztani a fájdalmat. Akár, hogy lepihenek aludni, és talán kialszom, akár, hogy gyorsan megiszok 3-4 pohár vizet, akár, hogy keresek egy fájdalomcsillapítót. Ha fáj valami, az a célom, hogy csillapítsam a fájdalmat.
ha lelkileg fáj valami, ugyanez a célom. Csak kérdés, hogy mi történik olyankor, hogyha rossz dolgokat találok. A klasszikus példám a fogfájós példa. Tegyük fel, hogy valaki épp nyaralni készül, ugye most nyaralás van, itt látok több szemét is, aki itt nyaral vagy pihen, aminek örülök. De tegyük fel, hogy a nyaralás előtt egy nappal derül ki, hogy be van gyulladva az egyik fogam. Le kéne mondani a nyaralást, ahhoz, hogy én ezt a fogat rendbe tudjam tetetni. Mi a megoldás? Van a szekrényben lidokain, meg fájdalomcsillapító is. Benyúlok a szekrénybe, lidokain még tele van. Odafújok, vagy biomegoldás szegfűszegolaj, nem tudom ki használt már ilyet, kicsit bedörzsölöm, elzsibbaszt, és elmúlik a fájdalom. Tapasztalta már ezt valaki? És azt mondom, hogy egy hétig ki lehet ezt bírni, nem? Elmegyek a nyaralásra, viszem magam a lidokaint, a szegfűszegolajat, és amikor érzem, hogy kimegy a zsibbasztó hatás, odafújok egy kicsit. De mi lesz a probléma? Vagy mi a probléma? A fogam meggyógyul a lidokaintól, vagy a szegfűszegolajtól? Nem, ugye? Buta a kérdés. A fogam beteg marad. És azt is fogom tapasztalni, hogy idő után többet kell fújnom a lidokaimból, mert egy puff vagy egy fújás az már nem hat úgy, mint először. Egyre több kell a lidokaimból, és lehet, hogy mellé be kell dobálnom már két fájdalomcsillapítót is. Így működünk mi is a hétköznapi életben. Valami fáj, és elkezdünk rá használni valami mást. És minél többet használom azt a valami mást, annál több kell belőle. Aztán egy függő ember rájön előbb-utóbb, hogy hát én lidokain függő vagyok. A lidokain az oka minden problémámnak. De közben a foga annyira beteg már, hogy az a kis góc az tovább terjedt az agya felé, a szíve felé, és ha leteszi a fájdalomcsillapítót, mi történik? Olyan intenzív fájdalmai vannak, hogy gyorsan keres valami mást. Írodunk ezzel mi is testvérek. Nem a gyökér problémáinkat nézzük, hanem próbáljuk letenni a kis fájdalomcsillapítóinkat, és dugdossuk egymás elő, hogy ne lássák, hogy mi mindent használunk a fájdalmainkra Krisztus nélkül. Isten pedig arra vágyik, hogy beismerik, hogy már megint zsákutcában vagyok. Mert megint nem a lényeg, mert megint nem Krisztus kezét fogom, mert megint rossz irányba járok. Ahogy mondtam, a függő, a bűnös ember egyik beteg gondolata az, hogyha leteszi a függőségét, akkor jobb lesz. Attól nem lesz jobb önmagában. Attól csak jobban fog látszódni az, hogy ott vannak a fájdalmak, amikre Krisztusnak az orvossága ott van, és akarja adni. Én azt gondolom, hogy együtt járva a megváltónkkal lesznek fájdalmak, amik azonnal megszűnnek, lesznek fájdalmak, amik idővel megszűnnek, és lesznek olyanok, amiket hordoznunk kell, akár életünk végéig. Leírt a Pál is, hogy ott a tövis a testemben. És elmondta neki Jézus, hogy igen, az én erőm erőtelenség által végeztetik el. És az erőtelenség az nem szégyen és nem bűn. Ezek a fájdalmak, ezek arra emlékeztetnek téged is, kedves gyermekem, hogy szükséged van rám. De hidd el, hogy én nem fogok arra fájdalmat adni, amit te ne tudnál elhordozni. Mert itt vagyok, és én tudom, hogy neked mennyit mérhetek. És nem azért teszem, mert én bántani akarlak, hanem azért, mert szeretlek. Azért, mert tudom, hogy ezzel együtt tudlak megszentelni és segíteni. Olvastam egyszer ez is egy nagyon szép vallomás, egy józanodó alkoholbetegnek így szól. Azt mondták, ha nem iszom, minden jobb lesz. Nos, nem volt igazuk. Semmi nem változott meg. Én változtam meg. Szép ez a mondat, nem? Nos, nem volt igazuk, semmi nem változott meg, de én megváltoztam. És a beteg működés pont erről szól, hogy várom, hogy a körülményeim megváltozzanak, és akkor én végre jobban érezzem magam. Várom, hogy jobb legyen a körülményem, a gyülekezetben, a testvéri kapcsolataim, a házasságom, a munkahelyi kapcsolataim, az egészségem, és majd akkor, hogyha ezek megváltoznak, akkor jobban leszek. De Isten nem ilyen változásokat ígér nekünk, és nem ettől szeretne, hogy jobb legyek. Egy új konyhabútor, egy szebb autó, sok minden. Majd akkor, és én ebben próbálok kapaszkodni. Nem. Nekem kell változni, és Isten azt szeretne, hogy én változzak vele együtt járva. És mivel ez a beteg gondolat gyakran ott van bennünk, ezért ragaszkodunk a kis örömforrásainkhoz, amik megkötöznek. Egy másik szenvedélybetegtől idézek. Az életem szürke és örömtelen volt, a családom, a munkám, az otthonom, az autóm, csupa-csupa szürkeség. Én viszont utálom a szürkeséget, nekem szín kell, és az alkohol végre szint vitt az életembe. Úgy éreztem olyan, mint ha végre érezném az ízeket, ha végre fűszer lenne az ételemben. És mi is lehetünk így, hogy találunk valamit, ami nekünk adja ezt az ízt, ezt a,
ezt az örömforrást. Ez lehet tényleg bármi. És én azt gondolom, hogy nem fogom elengedni a fájdalomcsillapítómat, addig, amíg nem okoz igazán mély fájdalmat, az, hogy együtt élek vele. És addig sem, amíg nem találom meg azt a fajta igazi, valóságos örömet, ami sokkal több, mint az önbecsapás, mint ezek az örömpótlékok, mint azok az Isten morzsák, amikről beszél József Attila. Vajon nagyon szép és bátorító bibliai üzenet, az egyik kedvenc igeversem az Új Szövetségből. Ezt is Pál apostol írta el a Korintusi első levél második fejezetében, a 9. vers. Úgy kezdődik, hogy amiket szem nem látott. Tudjátok folytatni, ugye? És? És embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Hát milyen ígéret ez, nem? Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Olyan ajándékaink vannak az Isten elrejtve, amik fantasztikusak. Gondoljuk el a legszebb dolgot, amit láttunk életünkbe. Legyen az mondjuk egy naplemente innen a déli partról, ami fantasztikus színpompás. Vagy lehet állhatod nagyobbakat is, mondjuk a Grand Canyon, vagy bármi. És erre azt mondja Isten, hogy az semmi. Annál is sokkal nagyobbat. Gondoljuk el a legszebb zenét. A legszebb dolgot, amit hallhatunk. Nekem mondjuk legyen Ambrus nevetése, amit nagyon szeretek. Vagy bármi más, ami tényleg olyan, hogy az embernek a szíve úgy belemelegszik. És azt mondja Isten, hogy ez semmi. Vagy gondoljuk arra, hogy nekünk mi lenne a legjobb, amit a szívünk úgy igazán vágyna. Azt mondja Isten, hogy ez semmi. Ennél én sokkal többet készítettem neked. És amikor ezekkel találkozok az Isten ajándékaival, és ott van az utunkon, és azt mondjuk, hogy hú, hát ez elképesztő. És ilyen élményünk szerintem mindannyiunknak van, az Isten együtt járva. És azt mondjuk, hogy hát ezért érdemes, nem? Egy kis fájdalmat vállalni azért, hogy Isten aztán micsoda örömmel ajándékoz meg bennünket. A legszebb dolog az életben. De van még egy beteg gondolat, amit szeretnék veletek megosztani. Ez az, amikor egy hívő ember elbukik. Mert ilyen is van sajnos. Néha nagyon nagyokat bukunk, és kell megszégyenülnünk. És vannak olyan bukásaink is, amiket nem tudunk már titkolni. Amik látszódnak. A mezítelenségünk rúdsága, hogy olvassuk az igében. És ilyenkor lehet, hogy jön az a gondolat, amit én is tapasztaltam magamban és másoknál is, hogy nincs is értelme ennek a hívő életnek. Hisz úgy sincs változás. Inkább elbújdosom a testvérem elől is, vagy inkább távolabb maradok. És azért beteg ez a gondolat, mert a Jóisten felkészít bennünket arra, hogy az élet az erről is szól, vannak elesések. Főleg akkor, amikor nem Krisztussal együtt járunk. De ha valaki elesik, ez nem jelenti azt, hogy az egész addig felépített élete az kárba vész, az értelmetlen. Ugye így javasok a kis profétánál, hogy ne örüljön ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, ugye? Mert a sötétségben ülnek, és az Úr az én világosságom. És tudom, hogy honnan estem ki, és hova akarok visszatérni. Amit Jézus is mondott az Efészusi gyülekezetnek, hogy emlékezz, honnan estél ki, és térj meg. Mondok erre is egy példát, jó? Nagyon tetszenek ezek a példák. Egy téli napon egy csomagot kellett a postán feladnom. Az autóm akkumulátora lemerült, és a posta 8 utcasaroknyira volt tőlünk. Menet közben próbáltam a járdán lévő síkos helyekre figyelni, de óvatosságom ellenére keményen elestem. Vár szerencsére nem törött el a csontom, igen fájdalmasan megütöttem magam. Lehetséges, hogy néhány nem odaillő szót is elmondtam arra, akinek dolga lett volna járdát alaposan letakarítani, de beláttam, akár a csalóka látszat, akár a saját figyelmetlenségem okozta az esést, csak akkor jutok el a postára, ha minden fájdalmam ellenére felállok és elindulok. Sántikálás közben még inkább résen voltam, nehogy egy újabb csúszós pontra lépve ismét elessek. A fájdalmas esés ellenére 2 sarokkal közelebb jutottam a végcélhoz. Az út, amit addig megtettem, már mögöttem volt. Miért mondtam ezt a példát? Ha valaki eljut és megtesz 2 utcasaroknyi távolságot, és utána elesik, akkor nem azt kell mondani, hogy én nem értem el semmit. Én akkor vissza kell tekinteni, hogy Isten mi mindent végzett el eddig az életemben. Hol voltam és hol vagyok most? És egy nagyon beteg és függő gondolkodás az, hogy nincs az egésznek semmi értelme. Mert amikor így gondolkodom és így látok és így nézem magamat, akkor legtöbbször az a baj, hogy rossz a szemüveg, amit föltettem, és csak a nehézségeket látom. Nem pedig az, hogy milyen úton haladtam eddig és milyen tapasztalataim vannak. Isten arra vágyik, hogy, és ezzel bátorítottakat most előtt is, hogy vállaljuk a fájdalmakat, vállaljuk a nehézségeket, és fogadjuk el, hogy olyan örömek vannak, amiket még nem tapasztaltunk.
Nagyon szeretem a példákat, úgy fogalmaztam magam számára, hogy képzeljük el, hogy jövünk kifelé a Tesco-ból, és mind a két kezünk, mert van mondjuk 4-5 szatyor. És visszük a kis csomagjainkat, benne a saját kis örömforrásainkkal. És oda Jézus azt mondja, hogy itt van egy óriási csomag. Szeretném odaadni neked. De mit csinálok én legtöbbször Horváth Gáborként? Próbálom a saját kis szatyraimmal együtt elvenni azt a csomagot. De azt, hogy igazán elvehessem, kinyithassam is, átvehessem azt, amit Jézus akar nekem készíteni, és adni, és ajándékozni, az el kell engedni ezeket. És még ezt a fájdalmat nem akarjuk vállalni, hogy ki kell engedni a kezemből azokat, amiket én gyűjtöttem, és amiket úgy, ahogy magamat tudtam cipelni eddig. És vágyjuk arra Isten, hogy azt mondja, hogy de ez semmi. Hát megígértem ott van az igében is, hogy amiket szemben látott fülnem alatt, és meg se gondoltál, én azt szeretném adni neked. De ez el kell engedni ezeket a szatyrokat. Az őszinte szembenézés egyébként mindig változással jár, testvérek. Nekem nagyon-nagyon tetszett az a mondat, Ellen White írja Jézus élete című könyvében, az Ákeus című fejezetben, hogy nem őszinte az a bűnbánat, ami nem eredményez teljes megújulást. Nagyon határozott mondat. Nem őszinte az a bűnbánat, ami nem eredményez teljes megújulást. Hányszor bántuk már a bűneinket? Hányszor szégyenkeztünk, hogy elkövettünk valamit? És ezt képest hányszor értük át a változást is? Nyilván azért, mert az igazi bűnbánat az tényleg fájlalja a bűnt, és tényleg megy Krisztushoz, és kéri azt a szabadulást, amit más nem tud megadni. Nem őszinte az a bűnbánat, ami nem eredményez teljes megújulást. Konkrét bibliai példa, hogyha már szóba került Zákeus. Ismerjétek az ő történetét, hogyha most csak szóban mondom. Ugye ő fő vámszedő volt Jerikóban. Tudjuk, hogy milyen munkát végzett, tudjuk, hogy a vámszedők azok miből éltek, és mennyire voltak megbecsült állampolgárai a zsidó nemzetnek. Hát nem kifejezetten szerették őket, de egy dolog biztos, ebben az Zákeusban is ott volt egy belső vágy a jóra. De neki ott volt a függősége is, az a fajta anyagi biztonság, amit teremtett magának a nem túl tisztességes, de jövedelmező foglalkozásával. És mit tett akkor, amikor azt mondta, hogy ezt ő nem akarja itt tovább? Elment, hogy meglássa Jézust, ugye? De nem látta az emberektől, mert pici volt. Ezt is tudjuk. Gyakran vagyunk így egyébként, hogy más embereken keresztül akarunk Jézusra tekinteni. Ez csak egy zárójeles, elgondolkodható kis részlet a történetből, hogy az Zákeus látni akarja Jézust, és fölmászik a fára. És amikor Jézus arra jár, és megáll, és azt mondja, hogy Zákeus, gyere le, mert nálad kell vacsoráznom, az, ami nem oldódik meg Zákeus élete problémája. Jézus bemegy hozzá, együtt vacsoráznak. Óriási dolog, nem? Milyen tapasztalat lehetett ez Zákeusnak? Milyen öröm, hogy a megváltó az bemegy hozzá. És ott van az ő életében, jelen van. Na, ha itt megállt volna Zákeus, akkor mi történt volna vele? De akkor mondjuk mi is úgy, mint Zákeus, hogy eljutunk odáig, hogy Jézus bejön hozzánk, és most jönne a második lépés. Vállalom a következményeket és a fájdalmakat, és Zákeusnak vállalnia kellett. Mit mondott Jézusnak, amikor Jézus már ott volt vele a házban? A vagyonomnak a felét szétosztom, lemondok róla, és ezen felül, akinek valami rosszat tettem, 4-szer annyit adok helyette vissza. Vállalta a következményeket is. Találkozott Krisztussal, Krisztus bevilágított az ő életében, az ő szentség, az ő szeretete, rávilágított minden olyan dologra, ami szennyes volt, ami hibás volt. És Zákeusnak szembe kellett nézni ezzel, és vállalni kellett a következményeket. Én nem mondom, hogy ez fájdalommentes volt, de olyan örömet tapasztalt Krisztus közelségében, hogy azért nem volt irtózatosan nehéz lemondani mindenről. Hát ott volt helyette valami más, valaki más. Egy másik történet zárásként. Egy felépülő alkoholfüggő az általa tapasztalt frusztrációkról és krízisekről panaszkodott. Vizsgálaton kiderítette, hogy minden egyes krízis újabb kihívásokat állított elé. Az újabb kihívások azért jelentkeztek, mert az elért szinten már jól működött. Mindegyik krízis ugradeszkát jelentett a további növekedéshez. De ez olyan fájdalmas, panaszkodott az asszony. Persze, hogy fájdalmas, válaszoltam. Még soha nem hallott a fejlődési fájdalmakról? De meddig kell még fejlődnöm? Élete végéig, mondtam. Akár csak valamennyiünknek. Ugye erre mondta ez a másik asszony azt, hogy azt mondták, hogy ha nem iszom, minden jobb lesz. Most nem lett semmi jobb, de én jobb lettem.
És ennek az örömüzenetét szerettem volna veletek megosztani ma délelőtt, hogy lehet, hogy vannak elakadásaink. Lehet, hogy vannak problémáink. Lehet, úgy érezzük, hogy lefelé megyünk a mozgó lépcsőn. De ne felejtsük el, hogy honnan mentett meg bennünket a megváltónk. Hogy igen, és megtettünk már egy utat, és azt se felejtsük el, hogyha nem fogjuk Krisztus kezét, akkor bizony, és nem akarjuk a fájdalmakat várni, akkor ez a folyamat ez csak rosszabb lesz. De hogyha elfogadjuk azt, hogy a felépülés, a józanodás, a megszentelődés, az tulajdonképpen arról szól, hogy Krisztussal együtt járva, engedem, hogy kifejtse a kezemből azokat a kis csomagokat, és hogy Zákus át tudta venni azt a nagyot, elengedve mindazt, ami előtte volt, hogy mi is átélhetjük ezt. De nem csak a fájdalmakat, hanem azt az örömet is, amit Jézus készít számunkra. És én azt kívánom, hogy ezt minél inkább, minél valóságosabban meg tudjuk tapasztalni mindannyian. Amen.